Köszöntöm a nézőket! Karácsonyi vásár, ünnepi fények, koncertek a belvárosban, a Püspöki Palota kertjében pedig színes programok és kézműves vásár, számos rendezvény várja a látogatókat adventben. Az esti mérlegben ezzel foglalkozunk, maradjanak velünk! Idén is gyertyagyújtások, kórusok előadása, iskolások műsorai, gazdag programkínálat emeli az advent hangulatát ünnepivé a városban. Valóban ünneplőbe öltözik ilyenkor a város, elég csak a főtéren található, és idén azt gondolom nagyon-nagyon-nagyon szép városi karácsonyfára gondolni, a püspökség megnyíló udvarára, a környezetünkre, a városháza udvarára található Betlehemre, kisebb vagy nagyobb tereinkre, az ünnepi fényekre, sok-sok minden szól arról, ami igazán különlegessé teszi az adventi időszakot, és amiatt azt mondjuk, hogy nem csak különlegesen, talán az egyik legszebb időszak minden esztendőben, akkor, ha megéljük. Mi ahhoz szeretnénk megadni az ünnepi kereteket, a programokat, a rendezvényeket, hogy az emberek, a családok megélhessék ezt az ünnepi időszakot ünnepként, és a rohanásból egy kicsit megállva azzal foglalkozzunk, ami igazán fontos, szeretteinkkel, a barátainkkal, és ez azt gondolom, hogy adott egy gyönyörű város, adott egy folyamatosan növekvő karácsonyi forgatag, és azt hiszem, hogy mindenki megtalálhatja ebben azt a szépséget, amit ő keres, azt az értéket, amit ő követ, nem elfelejtve, hogy ezek a mi közös értékeink és a közös hagyományunk. Úgyhogy mindenkit nagy szeretettel várunk az adventi időszak egészére, természetesen külön az első hétvége eseményeire is, hiszen szombaton megnyílik a püspökség belső udvara, ugye 4 órakor az első gyertyát püspök úr meg fogja gyújtani, és aztán vasárnap pedig 6 órakor püspök atyával közösen a város adventi koszorúján is meggyújtjuk az első gyertyát, de előtte már 5:30 után érdemes jönni, hiszen 500 kisgyermek fogja a kisangyalok karával, azt hiszem, hogy tényleg örömtelivé tenni nekünk advent első hétvégét, ők már nagyon-nagyon készülnek, biztosan nagyon izgulnak, és bizonyára nagyon-nagyon szép lesz hallani őket, de ehhez el kell jönni. Úgyhogy invitálok és hívok mindenkit nagy szeretettel advent első hétvégére. Szombaton délelőtt a Püspöki Palota kertjében megnyílik az adventi udvar, amelyben a kézműves vásáron kívül családi együttlétre, játékra, kikapcsolódásra, színpadi műsorok megtekintésére van lehetőség. Délután 4 órakor lángra lobban az adventi koszorú első gyertyája is az udvarban. Spányi Antal megyéspüspök hangsúlyozza, ne a vásárlásra fordítsuk a figyelmet, hanem az elcsendesedés és a másik felé fordulás határozza meg a várakozás időszakát. Advent egy nagyon fontos és nagyon varázslatos időszaka az egyházi évnek. Az adventban mindenki egy picit kezd készülni karácsonyra. És ahogy az idő múlik, az ünnep közelebb jön, egyre inkább elhatalmosodik az emberen egy belső kényszer, hogy meg kell felelnünk azoknak az elvárásoknak, amiről úgy képzeljük, úgy gondoljuk, hogy azok, akiket szeretünk, ebben reménykednek és várják tőlünk. Valószínű, hogy sokkal jobban járnánk, hogyha megpróbálnánk a karácsonyt valahogy bensőségessé tenni és megtalálni karácsonynak a bensőséges hangulatát és örömét, megtalálni azt, amit a keresztény kultúránk hordoz magába évszázadok és évezredek óta. Fontos volna, hogy készüljünk lélekben az ünnepre, hogy tudjunk ráhangolódni az ünnepre, nem a vásárlásokban, hanem az elcsöndesedésben, a befelé fordulásban, a saját életünk fölött való elgondolkodásban. Fontos volna, hogy készüljünk szeretetben erre az ünnepre, hogy ne csak egy napig legyünk tele szeretettel, csordultig, hanem ezt a szeretetet már gyakoroljuk, és ajándékozzuk meg egymással azokat, akiket szeretünk, és az a szeretet töltse ki szívünket és életünket, töltse ki egész napunkat, minden kapcsolatunkat. És azt gondolom, hogy ezek után érdemes nekilátni annak, hogy akkor megtaláljuk azt az alkalmas ajándékot, amivel valamit önmagunkból tudunk adni annak, akit szeretünk, valamivel úgy ajándékozzuk meg, hogy abban egy parányi belőlünk is van, ami mindig majd emlékezteti a mi szeretetünkre, ami kettőnknek a kapcsolatát erősíti és szilárdítja meg. Szívből kívánom, hogy sikerüljön ezt az adventet így eltölteni, hogy aztán egy nagyon boldog, nagyon szép karácsony legyen, amely nem csak egy ünnep legyen, hanem egy karácsonyi érzésben élt életnek, esztendőnek,
az ajándékává is váljék. Minden évben megnyílik a püspöki palota kertje, az adventi udvar. Miért fontos, hogy be tudjanak ide jönni az emberek adventben? Az egyháznak sajátságos missziós küldetése, hogy alapvető keresztény értékeinket megosztjuk az emberekkel. Ezt a célt szolgálja az adventi udvar is. Szeretnénk, hogyha az adventi karácsonyi hangulat egyben keresztény hitre is épülne, arra a történelmi tényre, hogy Jézus Krisztus megszületett. Ezt a célt szolgálja adventi udvarunk programja, egész formája, és őszintén remélem, hogy az ide betérő emberek megéreznek, megtapasztalnak ebből valamit. Szeretnénk, ha az emberek tudnák karácsonynak igazi tartalmát, hiszen a keresztény kultúrát alapvetően a keresztény hit őrzi meg, és minél több ez a hit, minél élőbb ez a hit, annál tartalmasabb keresztény kultúránk, adventi várakozásunk és karácsonyi ünnepünk is. Mi minden elvárja az adventi udvarra az érdeklődőket? Először is békességgel, nyugalommal, csendességgel. Ide szeretnénk, hogyha a ide betérők egy kicsit elcsendesülni, elmélkedni is be tudnának jönni, és hát szeretnénk ehhez segítséget is nyújtani. Nálunk csak a Fehérvári Kézműves Egyesület tagjai árusítanak. Az ő termékeiket találhatják meg itt az udvarunkban, és hát nem szeretnénk a jótékonykodásról sem megfeledkezni, ezért az Egyházmegye területén élő fogyatékkal élőket foglalkoztató szervezeteket is várjuk ide szeretettel, akik a nagy zöld sátorban fogják tudni a termékeiket eladni, ajándékozni, vagy megvásároltatni az ide látogatókkal. Hát nem feledkeztünk meg a családokról sem, hiszen számunkra ők az elsők. A Betlehemen kívül még nagyon sok egyéb látnivaló is fogadja itt a betérőket. Tavaly nagyon nagy sikere volt az óriás pázlüknak, amit az idén fából készítettünk el, hogy egy kicsit tartósabb legyen, a tavalyi megsínlette már a végére. És hogy ne csak egy helyen legyenek ezek, ezért ketté vettük. Hátul a mesesarokban is van egy nagy zöld sátrunk, ami alatt megtalálhatják egy-egy darabját az óriás pázlöknak, és hogy még színesebb legyen a program, óriás mesekockákat is készítettünk. Van egy kisebb fajta, meg egy nagyobb fajta, a kisebb gyerekeknek, nagyobb gyerekeknek, de nagyon szeretnénk, hogyha ott is a családok, a szülők, a gyerekekkel együtt forgatnák ezeket a kockákat, keresnék meg, hogy melyik oldala, melyik milyen képet ad ki. És hát a szokásos szán a nagy szarvassal és a kis szarvasok ott lesznek a fenyőfánál, egy kis feldíszített részen, ahol lehet fotózkodni. Programok azok lesznek el mondjuk színpadon? Igen, nálunk mindig szombatonként 16 órakor kezdődik az adventi gyertyagyújtás. Ehhez mindig más és más katolikus intézményünk gyermekei jönnek műsort adni. És hát az első gyertyagyújtás alkalmával Püspök atya megáldja az adventi gyertyát is, a családok adventi gyertyáját, amit az udvarban érkezőknek mi személyesen adunk át. Tehát az ő kezükben lesz, amikor Püspök atya áldást mond rá, és a múzeumban dolgozó kollégáim pedig adventi koszorú készítésre várja a családokat, a látogatókat, akik nem csak lelkiekben, hanem kézzel készített koszorúval is szeretnék egy kicsit színesebbé tenni az élményüket adventre. Ezeket a koszorúkat is az első gyertyagyújtás keretében fogja Püspök atya megáldani. A kollégáim a Szent István Művölődési Házba várják a látogatókat. Regisztrálni most november 29-éig lehet, és természetesen minden eszköz biztosítanak a koszorú elkészítéséhez. Egyedül gyertyákat kell vásárolniuk a barátok boltjába, amivel ők szeretnék színesebbé tenni majd a koszorújukat. A programunk ingyenesek, a kiadványaink ingyenesek, tehát várjuk szeretettel a látogatókat. A Püspöki Palota adventi udvarában jótékonykodásra is lesz lehetőség, egészen pontosan mire kell gondolnunk? Hát a Caritas a
egyébként is adventi időszakban megnövekedett adományozási kedvet próbálja összefogni, összeszedni. Egyrészt az karácsonyi ünnepet ünnepibbé tenni, illetve a Caritas mindig gondol a hétköznapokra is, hiszen december után valóban eljön a január-február, amikor kicsit szürkébb az élet, és itt összeszedett támogatásokból ezekre az alkalmakra is gyűjtünk. Egyrészt jótékonysági vásárunk van, a faesztergályosok szép kis ajándéktárgyai segítségével gyűjtünk adományokat, illetve Szent Kristófász fiataljai által készített kis ajándéktárgyakkal, illetve fogadunk pénzadományokat is, amit a itteni Persejbe, vagy esetleg az 1356-os adomány vonalon lehet megtenni a Caritas javára. A belvárosban is számos program várja az érdeklődőket az adventi hétvégéken. A szervezőknek köszönhetően például a Hímerházban kézműves foglalkozásokon a környezet tudatosság jegyében díszek készülhetnek. Idén sem maradhat ki a fényfestés, és ebben az évben is szentestéig kinyílnak a városháza ablakai, hogy üzenetet nyújtsanak át ajándékként mindenkinek karácsony előtt. Nagyon sok programmal készülünk, az első, ugye az advent első vasárnapja, december 1-e, amikor már hagyományos programként a kisangyalok karát hallhatják az ideérkezők. A város 10 oktatási intézményéből gyűlnek össze, közel 500-an azok a kisiskolások, akik Hartyáni Marika néni utasítás és iránymutatás alapján fognak énekelni a Városház téren. A zenét Cserta Balázs hangszerelte, mint minden évben ehhez a programhoz, és azt hiszem, ez egy nagyon jó felütés az adventi várakozásnak és az adventi első gyertyagyújtásnak, hiszen minden egy nagyon lélekemelő program, és sokan várjuk, az én kedvenc programom is egyébként az adventi programok közül. Aki az utcán sita, az már láthatja, hogy nagyon készülünk az adventre. A város virágkötőit vannak közöttünk, és ők díszítik a várost. Különböző kis utcákat, helyszíneket, az országalmát, a Szent István kézjelen is lesz egy ilyen kis fotóskodós sarkunk, ahol olyan adventi emlékeket lehet gyűjteni, ahol megnézhetik, hogy évről évre itt voltak Fehérváron, például azok, akik még nem jártak itt, vagy tavaly is itt töltötték már az adventi időszakot, vagy egy-egy napot. Az adventi színpadnál szombaton és vasárnap lesznek programjaink a Városház téren. Ezen kívül a Hímerház gesztenés udvari foglalkoztatójában fogunk kézműves foglalkozásokat tartani minden szombaton és vasárnap, ahol az újrahasznosítás jegyében és a környezettudatosság jegyében fogunk ajándékokat alkotni olyan dolgokból, amik otthon már lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem is valók semmire, és kidobásra szánnák az emberek, de itt meg lehet tapasztalni azt, hogy ezekből milyen kiváló és kreatív ajándékokat lehet gyártani, vagy akár kis emlékeket. Úgyhogy mindenkit nagyon várunk, mi nagyon készülünk, szeretettel készülünk erre az ünnepre, és szeretettel várunk mindenkit Székesfehérvár az advent időszakban. A többnapos programkínálat megtekinthető a Fehérvári Programszervező Kft. Honlapján. Kedves nézőink, az esti mérlegben az adventi rendezvényekkel, programokkal foglalkoztunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!